Három perccel fél nyolc után kigyulladt a piros lámpa, élő adásban vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Győr Plusz reggelit hallgatják, és azt már ugye említettem, hogy vendég érkezik hozzánk, a város első embere, dr. Dézsi Csaba András, a város polgármestere. Jó reggelt, polgármester úr! Jó reggelt kívánok minden győrinek! Fél nyolcas vizit a Győr Plusz rádióban. Egy új beszélgetős műsor, melynek állandó vendége dr. Dézsi Csaba András lesz. A két hetente megjelenő magazinban Győr polgármesterét aktuális témákban kérdezik a műsorvezetők, és élőben válaszol a győriek feltevéseire is. A városvezető csütörtökön fél nyolckor érkezett először a stúdióba, ahol Orosz Sanyival beszélgettek a legaktuálisabb várost érintő témákról. A győriek már megszokhatták, hogy a polgármester keresi a lehetőségeket a városlakókkal való kapcsolattartásra. A rádió egy újabb felület, ahol ezt megteheti. Én orvosként is az emberekkel egy bizalmi kapcsolatot építettem ki, hiszen az orvos-beteg kapcsolat az egyik legfontosabb bizalmi kapcsolat. Polgármesterként szeretném ezt követni, ezt a mentalitást, amit meg is ígértem egyébként a kampányomba, hogy egy nyitott városházát tervezek, ami azt jelenti, hogy beszélgetünk az emberekkel, és úgy gondoltam, hogy nyilván a Facebook, az a média, ahol eddig megjelentem, az egy nem teljes körű média megjelenés, és a rádió, amit az emberek reggel hallgatnak, az megint egy olyan felület, ahol el lehet juttatni információkat az emberekhez, illetőleg meg lehet hallgatni élőben a kérdéseiket, úgyhogy én mindenkinek várom a kérdését, két hetente csütörtökön fél nyolctól nyolcig a Győr Plusz rádióban. Két hetente tehát fél nyolcas vizit a Győr Plusz rádió hullámhosszán, referál dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere.